Magyarországon 3300 általános iskola van, és ebből 1680 az definíciószerűen hátrányos helyzetű. Ilyen, kérem szépen, akkor, amikor én jártam iskolába, ilyen szóval se kerületett, ez nem volt ilyen. És ez nem elrendeltetésszerű, ennek nem feltétlen kell, hogy így legyen. Sőt, ma ismertek olyan technológiák, és jószerűvel ez a H2O nevű projekt, amivel én, mint az oktatással kapcsolatban vagyok, pontosan ezzel foglalkozik, hogy hogyan lehet hátrányos helyzetű iskolából előnyös helyzetűt klónozni a technológia, a rendszertan átadásával.